Egy éve az újpestiek egészségéért. Az egészségfejlesztési iroda továbbá is tematikus egészségmegőrző programokkal várja a lakosokat. Egy év alatt 1600 helyi polgár vett részt az iroda programjain, melyek közül a gyógytornával és a dohányzással történő leszokással kapcsolatos foglalkozások voltak a legnépszerűbbek. Az egészségfejlesztési iroda az újpesti rendezvényeken is rendszeresen képviseltette magát, 5460 polgár vett részt a külső helyszíneken megtartott szűrőprogramokon. Az újpesti szakrendelő már korábban is fontos szempontnak tartotta, hogy a lakosok egészségfejlesztése érdekében tevékenységet folytasson, és erre egy remek alkalom adódott 2017-ben kiírt VECOP pályázattal, és 2018. szeptember 1-től volt lehetőségünk elindítani ezt a pályázatot a kerületben. Kik vesznek részt a szakmai részben, a szakmai stábban? 24 kollega dolgozik ezen a programon, a többségük az a szakrendelőnek a dolgozói állományából került ki, akik extra feladatként vállalták ebben a részvételt. Az újpesti szakorvosi rendelőintézet helyi orvosokkal, szakemberekkel, életmódtanácsadókkal segíti az újpestiek egészségmegőrző, szűrő, életmódváltó programjait, ami a lakosság számára teljesen térítésmentes. Vannak, hál' Istennek, nagyon népszerű programjaink, ezek elsősorban a rendszeres mozgást elősegítő programok, a legnépszerűbb az a gerinctorna, igyekszünk ezt különböző napszakokban megvalósítani, tehát akik napközben tudnak hozzánk eljönni, nekik is vannak külön időpontok, de gondoltunk a dolgozó emberekre is, akik ugye nyilván az esti órákban tudják ezt igénybe venni, ez a legnépszerűbb, ebben igyekszünk, két gyógytornászunk is tartja ezeket a programokat. De azért elég jelentős érdeklődés van a dietetikával kapcsolatban is. Amiben talán még inkább várnánk akár a házi orvosok, akár a munkahelyeknek a motiváltságát, hogy olyan betegek, például akik dohányoznak, azok ugye nagyon nehéz elindítani őket ezen az úton, és ennek az első lökete mindenképpen valahol az egészségügyi ellátó keretein belül kellene, hogy legyen. Hogyha nyilván egy orvos ezt javasolja a betegének és ajánlja, akkor onnantól kezdve már csak a betegnek kell fejben eldöntenie, hogy ő ezt szeretné, és akkor még komplett programmal várjuk őket. Bárki újpesti lakos jelentkezhet ezekre a programokra? Igen, ez egy két évre szóló pályázat, ez egy VECOP-os pályázat, és utána még lesz egy 3 éves fenntartási időnk is ennek a szakmai programnak a megvalósítására. Erre 90 millió forintot sikerült, tehát a maximális összeget sikerült a programunkkal elnyerni, amit lehetett ebbe a pályázatba. Tehát a szakembereinket ebből a pénzből tudjuk honorálni, illetve nyilván azokat az infrastruktúrális feltételeket ebből tudtuk előteremteni. Az újpesti lakosoknak teljesen térítésmentes, nem szükséges semmiféle beutaló, szakorvosi javaslat. Itt önkéntesen várjuk őket, szeretettel van egy munkaidőben a szakrendelő földszintén elérhető irodánk, ahol bejöhetnek, tájékozódhatnak a programjainkról, és be is jelentkezhetnek. Igyekszünk minél szélesebb körben teríteni az információt a programjainkról, ezért rendszeresen a Facebook oldalunkon tudnak tájékozódni. Külön weboldala van az egészségfejlesztési irodának, házi orvosi egységekbe küldjük mindig a hírleveleinket, illetve a nagyobb eseményeinket plakátok formájában. Van-e valami újdonság, ami még várható akár ebbe az évbe, akár a jövő év elejére? Ugye mi is igyekszünk fejlődni. Nyilván volt egy alapprogram, amivel elindultunk 2018-ban. Ehhez képest, amit igazából újdonságként emelnék ki, azt most 2019. szeptember hónapjában rendeztük meg először, ez egy úgynevezett egészségnap, ami itt ebben az újpesti szakrendelő épületében történik. Ez egy szombati nap, ez egy szombati délelőttöt vesz igénybe. Itt igyekszünk egy olyan portfóliót összeállítani, hogy mindenki egy átfogó képet kapjon az aktuális egészségi állapotáról. Ebben táplálkozási felmérést végzünk, általános egészségfelmérés van, mentális helyzetnek a felmérése történik, számsorolhatnám még. Most ebben a hónapban 16-án tartott egészségnapon látásélességet is fogunk nézni, tehát ez egy elég összetett program, egy olyan jó 3-3,5 órát vesz igénybe a betegek részéről, szintén önkéntesen lehet rá jelentkezni, erre regisztráció szükséges, hiszen nyilván van egy korlát, amit be tudunk fogadni, ez most a harmadik alkalom lesz, és hát azt tudom mondani, hogy egyre nagyobb érdeklődés van a program iránt. Az aktuális rendezvényekről és foglalkozásokról bővebb felvilágosítás az egészségfejlesztési iroda közösségi oldalain és a szakrendelő földszinti irodájában kaphatók.